Ezzel videóval most egy új sorozatot indítok, melynek témája a pajzsmirigy, illetve azon belül is leginkább majd a pajzsmirigy alulműködésről fogok beszélni, ugyanis ez a probléma rengeteg nőt érint. Amikor a női hormonális egészségről szóló sorozatot készítettem, akkor kijelentettem, hogy a pajzsmirigyről nem fogok beszélni. Aztán meggondoltam magam, mert nagyon sokan kértétek, hogy erről is legyen szó, nagyon sokan írtátok, hogy ilyen problémával küzdötök, és az orvosoktól kevés segítséget kaptok sajnos. Én ugye azt már most leszögezem, hogy nem vagyok orvos, nem vagyok pajzsmirigy szakértő egyáltalán, de azért ezt a témát az utóbbi hónapokban kicsit mélyebben tanulmányoztam. Kerestem, kutattam, hogy milyen tanácsokkal lehetne segíteni nektek, hogy jobban legyetek. Mit mondjak el, hogy jobban képbe legyetek ezen a témán belül. És ez tényleg nehéz téma, és nagyon sokan sokfélét mondanak az interneten. Ezért én is azt mondom, hogy mivel nem vagyok egy orvos, nem vagyok egy szakértő a témában, mindent fogadj fenntartásokkal, amit tőlem hallasz, vizsgáld meg, nézz utána, kérdezd meg az orvosodat is, és te is szűrd meg az infokat, mert ez mindig nagyon fontos. Több videó is fog készülni majd, ez a mai, ez az alapozásról fog szólni. A téma az, hogy ismerd meg a pajzsmirigyedet. Ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy milyen tünetek vannak, milyen problémák lehetnek, meg hogy mit tudsz te tenni, hanem arról is beszéljünk, hogy egyáltalán mi az a pajzsmirigy és hogyan működik, értsük meg az élettant, mert akkor jobban értjük majd a kór élettant, és jobban értjük, hogy mi hol tudunk közbeavatkozni, hogy segítsük a pajzsmirigyünknek az egészséges működését. Úgyhogy nézzük is meg, ismerjük is meg a pajzsmirigyet. A pajzsmirigy egy endokrin szerv, vagyis hormonokat termel. Egyébként itt az a nyak alsó részén helyezkedik el a légcső és a pajzsporcok előtt. A nevét nem az alakjáról kapta, hanem a pajzsporcokhoz való közelsége miatt, ezért pajzsmirigy. Az alakja az inkább egy pillangóra emlékeztet. Én most itt csak egy egyszerűsített ábrát rajzoltam fel, de nagyságrendileg valahogy így néz ki, de esetleg berakok egy szebb képet. Nos, a fő feladata ugye az a pajzsmirigy hormonok termelése, és ahogy majd meg fogjuk látni, a pajzsmirigy hormonoknak nagyjából az egész testünkre vannak hatásai. Lássuk, hogy hogy működik a pajzsmirigy szabályozása. Az agyunkból indul az egész, a hipotalamusz egy TRH nevű hormont termel, ez a tireotropin releasing hormon, ez a hipofízisre fog hatni. Emiatt a hipofízis TSH hormont fog termelni. Ez a tireoidea stimuláló hormon. A tireoidea az a pajzsmirigy. Glandula tireoidea az orvosi latin neve. Tehát ez a hormon lényegében a pajzsmirigy serkentő hormon. Biztos vagyok benne, hogy vérvétel leleteken találkoztatok már vele, ez nagyon fontos hormon. Ugyanakkor láthatjuk, hogy ez nem egy pajzsmirigy hormon, ez egy hipofízis hormon, ami hat a pajzsmirigyre. És ez a pajzsmirigy serkentő TSH azt fogja elérni, hogy a pajzsmirigyünk pajzsmirigy hormonokat termel, melyek közül a két legfontosabb, amivel mi foglalkozni fogunk, az a T4, tiroxin, és a T3, triodtironin. Ezen kívül egyébként a pajzsmirigy termel még kálcitonin hormont is, amivel most nem fogunk foglalkozni, egyébként ez a kálcium anyagcserére hat. Mi szempontunkban most ezek a fontosak, ugye tiroxin a T4 és triodtironin a T3, a nevéből, a T3 nevéből látszik, hogy triód, tehát három jód van benne, a T4-ben meg négy jód, a pajzsmirigy hormonok szintéziséhez, előállításához jódra van szükség. És azt kell még tudnunk, ami fontos, hogy a pajzsmirigy nagyon nagy arányban T4-et termel,
sokkal-sokkal kevesebb T3-at. Viszont a T3 sokkal-sokkal hatásosabb hormon. Biológiai hatását tekintve sokkal-sokkal erősebb, mint a T4. Viszont mégis inkább T4-ből termel sokat a pajzsmirigy, mert ez úgymond egy ilyen raktározási forma, és a szövetekben át tud alakulni T3-má. Ezért rajzoltam ide egy vonalat egy enzim segítségével, a tiroxin át tud alakulni triodtironinná, ami a nagyon hatásos, nagyon erős pajzsmirigy hormonunk. És akkor itt már egy fontos tanulságot le is vonhatunk, mert hogy elképzelhető, hogy valakinek a pajzsmirigye megfelelő mennyiségű T4 hormont termel, de lehetséges, hogy az mégse tud a szövetekben olyan hatékonyan T3-má alakulni. Mert hogy ezt az átalakulást így zavarhatják dolgok, amiről majd a későbbiekben fogunk beszélni, hogy ezt hogyan tudjuk segíteni, hogy ez könnyedén átalakulhasson T3-má. Illetve itt azt is megjegyezhetjük, hogy valószínű, akik ezt most nézik ezt a videót, sokan vannak, akik pajzsmirigy alulműködésre kapnak hormont, hormonpótlást, és ez a hormonpótlás az nagyon nagy valószínűséggel T4 hormon, tiroxin hormon. Ezt szokták adni, és ugye a szervezetednek kell ezt T3-mal alakítani, hogy igazán hatásos hormonod legyen. És lehetséges, hogy van, akinek a szervezete nem olyan hatékony ebbe az átalakításba, ezért szedi a pajzsmirigy hormont, még sincs teljesen jól. És ezen majd tudunk itt azért segíteni, meg vannak más lehetőségek is, majd meg fogjuk nézni későbbi videóban. Most nekünk most azt kell megjegyeznünk, hogy a T3 az, ami egy nagyon erős pajzsmirigy hormon, és a pajzsmirigy mégis T4-ből termel sokat, és ez egy tárolási forma, egy prohormon, amiből majd tud triodtironin képződni. Ugyanakkor van egy másik útvonal, amit itt szaggatott vonallal jeleztem. Ebből a T4-ből, a tiroxinból van olyan, hogy ilyen reverse T3 hormon keletkezik. Ennek a fő oka, hogy a T4-ből a szervezet nem T3-at, hanem inkább ilyen reverse T3-at csinál, az például a stressz. A stressz akár lehet egy betegség is, vagy lehet ez egy nagyon kalóriaszegény diéta is, amit a szervezet ugye stresszként él meg, és ezért nagyon bölcsen, bár mi nem örülünk neki annyira, de ő úgy dönt, hogy inkább ne T3-at, hanem reverse T3-at csináljunk a T4-ből. Ez egy inaktív hormon. Ez a nagyon hatásos, ez meg egyáltalán nem hatásos. Vagyis ha a T4-ből mi T3-at, reverse T3-at csinálunk, akkor bizony az egy anyagcsere lassító hatással lesz. Az lesz az eredménye. Tehát például, ha valaki mondjuk egy 800 kilokalóriás diétát csinál, így próbál fogyni, az ő szervezetének, hogy ez ugye stressz, hoppá, megkezdenek csappanni a zsírraktárak, éhínség van, jobb lesz, ha nem pörög annyira az anyagcsere, hanem csináljunk ilyen inaktív reverse T3-at, és akkor ezzel végül is lassítani tudjuk az anyagcserét, csökkenteni az energiafelhasználást. Ez egy érdekes dolog, lehet, hogy később még fogunk róla szót ejteni, de most legyen elég ennyi. Amit még itt tudnunk kell a szabályozás kapcsán, hogy mikor a pajzsmirigy termel elegendő pajzsmirigy hormon, ezek egy úgynevezett negatív feedback, negatív visszacsatolás révén üzennek a hipotalamusznak, hogy jó, nem kell annyi TRH, nem kell annyi TSH, most jók a szintek. Hogyha túl kevés a pajzsmirigy hormon, akkor szintén észleli a hipotalamusz, serkenti a hipofízist jó sok TSH-t fog termelni, és próbálja a pajzsmirigyet ösztökélni, hogy termelj több pajzsmirigy hormon. Ezért lesz az eredménye egy pajzsmirigy alulműködésnek a magas TSH szint. Azt hiszem, hogy nem mindenki szokta érteni, ezért talán érdemes elmondani, hogy pajzsmirigy alulműködésben ugyan kevés, alacsony a pajzsmirigy hormonok szintje, és magas lesz a TSH.
És ez ezért van, mert így érzékeli a hipotalamusz, hogy kevés a pazsmirigyhormon, hipofízis termel sok TSH-t. És termeli a hipofízis a pazsmirigy serkentő hormon, próbálja serkenteni, ösztökélni. Igen ám, de ha szegény kis pazsmirigyünk beteg, mert például egy gyulladásos Hashimoto tireoiditisze van, Hashimoto pazsmirigy gyulladás, amiről majd sokat fogunk beszélni, nem tud sajnos elegendő pazsmirigy hormon termelni. Ezért lesz jó magas a TSH és alacsony a T3-T4 szintje. Most nézzük is meg a pazsmirigy élettani hatásait. Nagy vonalakban egy áttekintés jelleggel szeretném elmondani, hogy ezek a hormonok mégis mit csinálnak a szervezetünkben. Látni fogjuk majd, amit az előbb is mondtam, hogy szinte minden élettani működésünkre hatnak, és szinte minden szövetünkben érvényesül a hatásuk. Már a kezdetek kezdetén, vagyis a méhen belüli életünk során is. Mert hogy a méhen belüli magzati fejlődéshez is kellenek pazsmirigy hormonok, és hogyha az anyukának pazsmirigy alulműködése van, bizony az negatív hatással lehet a magzat fejlődésére. Kell a magzat idegrendszerének, a tüdejének, a csontrendszerének fejlődéséhez pazsmirigy hormon, ezért az orvosok erre mindig szoktak figyelni, a nőgyógyászok, ha valaki várandós, nézi a pazsmirigy hormon szinteket, vagy lehet, hogy valaki csak a TSH-t, de mindenképpen erre érdemes odafigyelni, jól lenne a pazsmirigy hormon szinteket is nézni, hogy biztos legyen elég a kismamának. Aztán, amikor már megszületünk, nézzük meg egy felnőtt ember esetén milyen hatásai vannak a pazsmirigy hormonoknak. Először is az idegrendszerünk működésére is hatnak. Ugyanis pazsmirigy hormonok szükségesek a normál idegi működés fenntartásához. Szükségesek, hogy megfelelően tudjunk gondolkodni, hogy a beszédünkre is hathatnak, a memóriánkra is hathatnak, sőt, a hangulatunkra is. A pazsmirigy alulműködésének egyik nem túl ritka tünete lehet a depresszió. Azt gondolnánk, hogy lehet, hogy teljesen másokból van, pszichiáter kezelje, de valószínűleg pszichiáter erre rá is fog nézni, mert hogy pazsmirigy alulműködés tünete is lehet. Aztán azt is kicsit megnézzük most, hogy mi van, ha alulműködik, mi van, ha túlműködik, de nem részletesen, csak így, hogy nagyjából értsük. Ha valakinek túlműködik a pazsmirigy, és sok pazsmirigy hormon termel, az jellemzően nagyon fog pörögni az egész szervezete, még a beszéde is gyors lesz, folyamatosan pörög, ingerlékeny lesz, nem tud rendesen aludni, és túl pörög lényegében, mondhatjuk így egyszerűsítve. Akinek meg pazsmirigy alulműködése van, az le fog lassulni, még a gondolkodása, még a beszéde is, rengeteget képes aludni, és utána felébred, fáradtan. Mert kellenek azok a pazsmirigy hormonok ahhoz, hogy tudjunk elég energiával rendelkezni, ne pörögjünk túl, de ne is lassuljunk le. Oké. A pazsmirigy hormonok másik nagyon fontos feladata az anyagcsere szabályozása, az alapanyagcserét tudják gyorsítani. Ezért ugye a pazsmirigy túlműködésének tipikus tünete a fogyás. Lehet, hogy sokat eszik az illető, jó az étvágya, és mégis fogy, mert a pazsmirigy hormonok miatt ugye túlpörög a szervezete, és sok-sok energiát termel, hőként is izzadékony lesz az illető, folyton melege van, egyszerűen túlfűtött lesz az ő szervezete, hát ilyen rossz értelemben, és a testsúlya csökken. Másik oldal természetesen alulműködésben az anyagcsere ugye csökkenni fog, az alapanyagcsere, és lehet, hogy az illető étvágytalan, alig eszik, vagy próbál nagyon figyelni a testsúlyára, azért fogyókúrázik, és ennek ellenére is hízhat, vagy legalábbis nem tud fogyni, még ha keveset is eszik. És ilyenkor a lehető legrosszabb, amit tehet, hogy még keményebben fogyókúrázik, és még jobban lecsökkenti
az energiabevitelét. Komoly stressz a szervezetnek, legfeljebb azt írja, hogy még több ilyen reverse T3-at gyártson, de sajnos ez nem fogja megoldani a problémát, mert a gyökere az itt van a problémának, arra kell majd megoldást találni. És mivel a pajzsmirigyelő működésben ugye csökken az alapanyagcsere, a szervezet nem fog annyi hőt termelni, és ezért az illető folyton fázni fog. Ez a hideg intolerancia nagyon fázékony lesz, lehet, hogy 25 fokban is pulóvert vesz fel, és hogyha megméri a reggeli testhőmérsékletét egy pajzsmirigyelő működő illető, akkor könnyen lehet, hogy 36,5 fok alatt lesz következetesen. Ez is lehet egy tünet, nem feltétlen minden esetben van így, de sokaknál ez a 36,5 fok alatti reggeli hőmérséklet az jellemző, és hogy folyton fázik az illető. A pajzsmirigy hormonok a tápanyagok anyagcseréjére is hatnak, ebben nem megyünk bele részletesen, csak tényleg áttekintés, például szénhidrátok felszívódását fokozzák, a zsírok mobilizálását fokozzák, vagyis a zsír égetést fokozzák, ugye? Ezért, ha sok van belőlük, fogyás jelentkezik. Aztán a koleszterin lebontását és az epével történő kiválasztását is fokozzák. Ezért, ha sok pajzsmirigyhormon van, a koleszterin szint csökken. Ha kevés, tehát pajzsmirigyalú működésben, a koleszterin szint meg megemelkedik. Aztán a fehérjék anyagcseréjét is befolyásolják, élettani mennyiségben, tehát ha megfelelő mennyiségű van belőlük, anabolikus hatásúak. Ha viszont túl sok van, akkor katabolikus, vagyis fehérje bontó hatásuk van. Egy pajzsmirigy túlműködésben még az izmokat is elkezdheti bontani a szervezet. Nézzük még a bélrendszerre, hogyan hatna. Ugye ugyanaz, mint eddig láttuk, ha túlműködik, pörgés van, a bélrendszer motilitása is nő, hasmenés jelentkezhet, hogyha kevés a pajzsmirigyhormon elműködik, a bélrendszernek is lelassul a mozgása, és székrekedéssel járhat ez. Keringési rendszerre is hatnak, pajzsmirigyhormonok által a szív működése fokozódik, ha túlműködik a pajzsmirigy, nagyon megemelkedhet a pulzus, ha alulműködik, akkor meg jellemzően alacsony a pulzus. Nemi működésre is hatnak természetesen, mindennel összefügg a szervezetben. Hogyha probléma van a pajzsmirigy hormon szintekkel, akkor nagy eséllyel probléma lesz a női ciklussal is. Pajzsmirigy alulműködésnél jelentkezhet magas prolaktin szint, jelentkezhet nagyon erős menstruációs vérzés, és persze a rendszertelen ciklus az is előfordul gyakran. Természetesen a ciklus zavarok mellett terméketlenség is járhat a pajzsmirigy betegségekkel, és pajzsmirigy alulműködésben jellemzően a libidó is csökken. És a Facebook oldalam, amikor itt kérdeztek titeket, akik pajzsmirigy betegséggel küzdötök, olvastam, hogy valaki írta, hogy a libidója is csökken, és már ez a házasságát is veszélyezteti. És akkor így értettem meg, hogy ez milyen durva, hogy egy kicsi szervünk nem működik megfelelően, és ez még a kapcsolatainkra is kihat, és nagyon szomorú lenne, ha egy házasság, egy pajzsmirigy betegség miatt végződne, amikor ezen tudnánk segíteni remélhetőleg. Felhasználva az orvostudománynak is a találmányait, felhasználva azt, amit az életmóddal tudunk segíteni, annak az illetőnek, aki ezt írta, én annyira drukkolok, hogy nagyon remélem, hogy sikerül megkapnod azt a segítséget, ami kell neked ahhoz, hogy ez pajzsmirigyed egészségét tud növelni, mert nagyon jó lenne, ha az a házasság jól működne, és nagyon jó lenne, ha a libidónk is, ugye magas szinten lenne, és ehhez kell az is, hogy a pajzsmirigy hormonunk is rendben legyen. Mozgásszervrendszerre is hatnak, az izomzatra, a csontrendszerre. Pajzsmirigy alulműködésben lehetnek ilyen izületi és izomfájdalmak, izomgyengeség, pajzsmirigy túlműködésben jellemző a csontritkulás kialakulása, akár fiatal korban is, mert a csontbontás is fokozódik. A bőrödre is hat a pajzsmirigy alulműködésben jellemző a száraz bőr,
lehetnek ilyen ödéma-szerű tünetek is, ez mix ödémának hívják egyébként. A hajunkra is hatnak a pazsmirigy hormonok, pazsmirigy alműködés és a túlműködés tünete is lehet a hajhullás. Sőt, amit szintén megosztottam a Facebookon, a szemöldök külső harmadának az elvesztése is egy meglehetősen tipikus tünet lehet pazsmirigy betegségben. És végül egy utolsó pont, az energiaszint, természetes, hogy alulműködésben krónikus fáradtság jelentkezik, és lehet, hogy alszol 10-12 órát, és ugyanolyan fáradtan ébredsz, mint mikor lefeküdtél. Ha meg csomó pazsmirigy hormonban folyton pöröksz, és akkor meg azért nem tudsz pihenni, mert nagyon ingerlékeny vagy, nagyon magas a pulzusod, folyton izzadsz, és egyszerűen nem tudsz lenyugodni. Úgyhogy hát én most ebben a néhány pontban foglaltam össze, hogy mit is csinál a pazsmirigy a teljesség igénye nélkül. A tanulságunk az, hogy ha probléma van a pazsmirigy hormonok szintjével, akkor az problémát okozhat szinte az egész szervezetünkben. És nem csak a fizikai vagy fiziológiai egészségünkben, hanem még a lelki egészségünkben, sőt, mint láttuk, akár a kapcsolatainkban is lehetnek negatív hatások. Jó volna, ha tudnánk ezen segíteni, és én azon leszek, hogy ha nem is sokat, de valamennyit tudjak én is nektek segíteni, és folytatni fogjuk ezt a sorozatot. De aki most annál a stádiumnál van, hogy felmerült benne, hogy talán nincs rendben a pazsmirigye, annak azt javaslom, hogy első lépésként menjen el egy endokrinológus orvoshoz, és vizsgáltassa ki magát, mert ez nagyon fontos, ez az alap, hogy legyen egy megfelelő diagnózis. És egyébként a következő részben majd a diagnózisról is lesz szó, illetve áttekintjük, hogy milyen kezelési lehetőségeink vannak. Úgyhogy remélem majd abban a videóban is találkozunk. Addig is, ha konkrét kérdésed van a témával kapcsolatban, akkor bátran írd le egy kommentben. Lehet, hogy így írásban nem válaszolok, de a következő videók egyikében lehet, hogy majd válaszolok arra a kérdésre is. Úgyhogy remélem, akkor is majd találkozunk. Sziasztok!